Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Hát mi ez? Hát mi ez a játék? Red Dead Redemption 1? Nem már? Ez hogy lehetséges? Hát mi ez? Hogy van az? Hogy van ez? Nem az. Hát nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog vagyok, hogy játszatok végre ezzel a játékkal, mert ki jött PC-re? Nem jött ki PC-re sajnos. Nem jut ki PC-re sajnos, hanem hát a Xbox 360-as emulátorral játszok. Most, hogy megint végült a Red Dead 2-t, már valami késztetlen energiát, vagy késztetést éreztem arra, hogy végre játszok az első részen. Letöltöttem a PS3 emulátort, nem tudom mennyire hallatszik a hangom, nagyon kiabálok, mert nem lehetett beállítani még a hang erejét. Letöltöttem a PS3 emulátort, de kritikus volt, azt nem lehetett működtetni. Kló segített, persze, megint segített. Ezért az Xbox 360 emulátort is letöltött, amit körülbelül csak... Ami konkrétan olyan 18 mega volt, vagy 36, nem mindegy. És itt már íme a játék. A irányítás az eléggé nehézkes billentyűzeten, de hát emulátorról beszélünk, szóval mindegy. Laggolni néha laggol, de szerintem mindegy. Én nem is hangos, de nem is halljátok, hogy mit mondok, szóval indítom a játékot. Jó szórakozást a végjátszáshoz, és íme itt van a Red Dead 1. Két hónapi csatornáján éljen. 12 év. Csak 12 év telt el a játék megjelenése óta. Ott van a főszereplő, John Marston. A szemüveges néni a főszereplő, John Marston. Ő a John Marston. Így van, most jöttünk vissza Blackwater-be. 1911-et írunk, látjátok itt már azért a gépjárművek azért már így lassacskán már vannak, tiszta Mafia 1, lassan. Ez már annyira nem tetszik. Az a átvezető rész. Bill Williamson, hoppá. Na majd ugatok, jó? Majd ugatok. Rockstar Game Presents. Majd, hogyha... Hát, de vártam már. Nem tudom, ez a Xbox 360 emulátor, ez mióta működőképes, vagy ilyesmit. Nem tudom, egy-két év? Nem tudom egyébként. De lehet, hogy 5 éve is működőképes volt, nem minden. Csak hallottam volna róla. Mondom, grafikai bugok, mert minden lesznek, mert emulátorról van szó, ez... Nem adták ki PC-re, vagy... Ja, PC-re a Red Dead 1-et. És ez nem Xbox 360-on játszok, hanem gépen. A grafika az nem olyan, mint a Red Dead 2-ben volt. 18-as a Red Dead 2, a játék pedig 2010-es, szóval... Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, please, and how we help the natives. Yes, they've lost. Gondolkodhatom, legyen fészkem vagy nem, de van. Közben úgy vezem észre, mint hogy megszállt volna már a hajam. Helyes? Ahhoz képest, hogy 2010-es a játék, nagyon szép a grafika, de majd meglássátok. Még nem biztos, hogy visszaadjam. Majd beszélek a történetről is, csak majd.
mindent, mindent a maga idejében. Na, lesecske, már repülni is fogunk majd tudni. Pár dolog majd nem fog látszódni a fejem miatt. Egyébként nagyon hülye a Shadow Player, szóval... Na mindegy. Na, így beszélünk róla. Csa-c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 sa. That came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without... Én mikor fogom majd tudni beszélni? Apparently, the John's family have made... Ezek öregasszonyok elveszik előlem a szót. Mrs. Bush, money isn't everything. Mrs. Bush, gondolom, olyan szereplőkről beszélnem most, akikkel majd úgyis találkozni fogunk, szerintem. Soha nem játszottam a Red Dead 1-gyel. Hú, de hangos néha. Soha nem játszottam a Red Dead 1-gyel. Tudok pár dolgot róla, sajnos. Mármint ugye sztorilag. Hát, én mikor megyek a busszal, valóságban nem nagyon szoktak ennyire beszélni. Azt tudod, az a csaj, az a szűke csaj, az majd adott küldetést, nem? Ilyen Eleanor-os arcok vannak, de lehet, hogy jó helyen kapizsgálok, mert ugye 2010-es Eleanor is. Azt hiszem, 11-es PC-re, 11-ben, nem tudom. Armadillo. Red Dead 2 sztoriában ugye nem nagyon volt itt küldetés, semmilyen küldetés nem volt. Viszont itt ugye, persze, majd mindjárt nyitok egy térképet, hogyha tudunk. Meg hogyha egyáltalán látszik is valami majd a térképem. Megérkeztünk. Itt van, ez már tényleg this is the game. This is the game. Rájöttem, hogy a billentyűzete lesznek gondok. igen. Jaj. Na. Srácok, itt vagyunk, most már tudok beszélni, most már tudok beszélni. Van nekünk John Marston főszereplőnk. Amúgy tök jó, hogy a Red Dead 2-t ilyen téren érdemesebb végigvinni, mondjuk a Red Dead 2-t hamarabb, mint a Red Dead 1-et, mert ugye előzmény történt a Red Dead 2, szóval a Red Dead 2 ugye 1899-ben játszódik, és 1907-ben. A Red Dead 1, amivel most játszunk ugye, ez pedig 1911-ben játszunk 4 évvel a Red Dead 2 történése után. Ugye ott hagytuk abban a Red Dead 2-t 2 évvel ezelőtt hajnival, hogy Johnnyék ugye egy kis farmot megvettek, házat építettek fel Charles-szal, meg Uncle-lel közösen. Végül is sikerült elkapniuk Mike-át. Oké, minden happy end lenne, de ugye láttuk utolsó jelenetekben, a Red Dead 2-ben, hogy a bizonyos öltönyös figurák csak megtalálták John Marstonékat, gondolom azok a öltönyös figurák, akik már keresték őket, a Van der Linde bandát 1899-ben is. És ahogy ugye láttattátok, Blackwaterben, amikor felszálltunk a vonatra, akkor kettő ilyen öltönyös figura már ott volt Johnnal, szóval mindegy, nem spoilerezek. Így már a térkép. Honnan jöttünk? Jaj. Bocsánat. Bocsi. Pillanat. Ugye... Nos, srácok, azt nem tudom, hogy hol van Blackwater. Nagyon hülye vagyunk. Én azt mondom, hogy szerintem ez lesz Blackwater, és valahol itt van a farmunk, vagy itt, nem tudom, még egyelőre, még gyanakszom, itt a gőzhajó, és ugye a Red Dead 2-ben erre volt a térkép, erre voltak a küldetések, Valentine, Eperke, Saint Denis itt voltak, és ezen a részen alig voltak küldetések, de itt ugye csak itt vannak küldetések, ugye olyan téren sokkal hamarabb jelent meg a játék.
Így van, íme a térképünk, Armadillo. És akkor, na nézzük, hogy akkor mennyire fog tetszeni nektek a játék. Jó szórakozást kívánok hozzá. Hát néha laggolunk. Néha laggolunk. Figyeljetek, majd meglátom. Én a PSP emulátoron én nagyon, úgy mondhatom, nagyon könnyedén hozzászoktam irányításhoz. A lövöldözéssel nem tudom, hogy hogy fogok bánni. Majd meglássuk, meglássuk. De be vagy baszva. Be vagy baszva. Megtaposom. De majd meglássuk. Nem lesz olyan hosszú játék, mint a Red Dead 2 volt persze. Ez igen. Ez igen. Én zongorázok. Na, ő a itt a túravezető. Egyébként meg, könnyen meg lehet, hogy itt is lesznek majd vendégszereplők ebben a végigjátszásban. Na, megrássuk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Klónak ezt az egészet. Ezt a számot küldeném Klónak. És egyelőre úgy gondoltam, hogy egyórosszás részek lesznek. Szerintem a fél órások rövidek lennének egy ilyen játékban. Mondjuk a Red Dead 2-ben sem voltak annyira rövidek, de most na, hamar eltelt az idő, de most én így döntöttem, hogy meglássuk, hogy mennyire lesz ez anyád. Mennyire lesz ez kivitelezhető. Na várjátok, már kivitelezhető, azt tudom. Várjál már, most tudom, hogy kell felszállni a lóra. Hagyjál már, hát Istenem, ő betű. P betű, még P betűvel, P betűvel száll fel a lóra. P mint ló. Az igen, mint a Nintendo emulátorra játszani, komolyan mondom, álljátok. Ugrik? Mindegy, megyünk a Fort Mercerbe. Nem látszik instrukció a fejemtől, de mindegy, nem baj. Ja, hello! Meg kellett lassítani? Azt a kurva, azt a lagokat. Hó, rézi mi. Oké. Ja. Oda szeretnénk menni. Ford Mercerbe. Annyit kell tudni még a sztoriról, amit szerintem el lehet mondani, hogy a régi bajtársainkat keressük, akikkel ugye együtt lógtunk, együtt harcoltunk. Ezt a Red Dead 2-től tudjuk, hogy kik élték túl. Akik Dutch-csal maradtak. Pillanat. Bocsánat, pillanat, de szerintem hangos a dialógus. Szerintem hangos a... mi lehet halk lesz. Na meg kiderül. Igen? Hello? Halkat, mi? Halló! Itt nem tudom, hogy lehet-e lovakat vásárolni, szóval nem lehet. Ez igen, még nem tudom, hogy lehet megállít ezt a pajkos lovat. De baj kiderül. Az a naplemente, azt a kurva, ez nagyon szép. Nagyon szép. Ez igen. Mindegy, hát na, laggolunk néha, hogy hébe-hóba. Emulátorról beszélünk, de nem bírja a gépem amúgy az emulátort. Okosan, okosan, halló, halló, ló, halló. Ugye Javier, Bill és Dutch, ők ezt túlélték, mármint akik úgy értett rossz arcok voltak. Majd meglássuk akkor, hogy hogy alakul a ő sorsuk és John Marston sorsa. Az igen. Néha nyögök, de megesik az hébe-hóba. Hát gyerekek, gyerekek a... Most már én tudom, hogy honnan vette ezt a sok mindent a Red Dead 2. Most már tudom. Azért már itt is milyen szépen ki volt a dolgozva a lovak, nem? Azt a mindenségét, az a grafika. Azt a mindenségét. Én oda vagyok meg vissza. Örülök, hogy ezzel a játékkal is végre játszhatok. Hát sajnos emulátorra, de nem. Nagyon akart, nem, akkor mit tudjam én.
akkor vettem volna egy PS3-at valahol, valakitől, vagy egy Xbox 360-t, meg egy TV-t is, mert TV-m sincs. Még a monitorra rá lehet kötni. Aztán akkor úgy játszanám, de most egy játéken, mondjuk nem csak egy játékról van szó. Mit csinálsz? Mit csinálják? Hello, meg vagy halva. Nem csak egy játékról van szó, mert egy-kettő konzol, régi konzol exkluzív játékok érdekelnek. Last of Us például, csak mondtam valamit. Last of Us, csak mondtam, meg a Saints Row 1. Hallod, ennek hány foga van körülbelül? Szegény embernek, hallod? Mivel izé, mivel rágja a kukoricát? Na, jól nem, ne bántsuk. Hát azért Madgenon is látszódnak így az évek. Az évek, approach. Ilyenkor le kell szállni a lóról? Hogy kell szállni a lóról? Hát úgy kell szállni a lóról, amivel felszálltunk rá. A P betűvel, P mint pló. Igen. És akkor odafutok. Elvileg itt vannak a régi bajtársak. Majd meglássuk. PS3 emulátor. Fú, ne tudjátok, hogy milyen laggolások voltak. Azt nem mertem volna bevállalni. Ez így elmegy szórával. B! Hát Bill Williamsről azt kell tudni, hogy nem ő volt a legokosabb, legélesebb kés a bandában. De én sem, mert olyan hülyeségeket mondtam a Rider 2-ből, hogy beszarás. Mikor nem ismertem, mikor meghalt szegény... Mikor nem beszélek. Hát mert az is voltál mindig idióta. Látom, vannak új pajtársaid. Nagyon örülök neki. Dutchra vagyok igazán kíváncsi. Nagyon leépült, ugye? Megbolondult szegény. Így a Red Dead 2 történései alatt. Itt van Bill. Neki sincs már olyan sok foga, mint volt. Nem tudom, hogy a konzervet így foggal nyitották, hogy mi történik itt az emberekkel. Kicsit megöregedett. De akkor már nem bandázik Dutch-sal? Azt mondja, most már ő a főnök, nem Dutch, nem is te. Hát én igazság szerint én úgy tudom, hogy itt Arthurról, ugye a Red Dead 2 főszereplőjéről egy szó sem fog esni. De hát ugye ezt meg lehet érteni, mert ez a játék készült el hamarabb, attól függetlenül, hogy ez játszódik később. Itt a vége a játéknak, köszönjük, hogy velem tartottatok. Gyorsan kilútolnak, tudjátok, ott van a térképen a X, gyorsan kilútolnak. Felveszik a tetemet, beledudnak engem a vízbe, a picsába. Hát a Red Dead 2-t másodjára körülbelül majdnem 100 órámba telt végigvinni, úgyhogy totál 87%-os végigjátszás lett. New friends, old problems. Na. Úgyhogy azt Bonnie-nak hívják a csajt? Valami rémlik. Néztem ebből végigjátszás, de nem végig. Is the word we use around here. What were you doing? I was... Oh,
Hát ezért meg kell tudom, borra csválkozom a Red Dead egy tiszteletére. Mi? Nincs is pénzem. Aha, akkor Bonnie-nak hívják. Akkor jól emlékeztem. Itt azért nem lesz olyan részletes, mint a másik részben volt, hogy hajunk megnő, akkor a szakállunk, bajszunk megnő, retkesek leszünk, ápolni kell a lóval a kapcsolatot. Nincs olyan. De van kalap? Van kalap? A hát, ami ugye... Ki volt? Hát nem az enyém. Ugye, Arthuré volt. Csak még volt rajta egy kötél. Megy be, hogy dolgoztatni minket, hallod? Most lőttek meg minket. Alig éltek túl. Már, de már nem baj, már dolgozza. Remélem tetszeni fog nektek a végigjátszás, tényleg így. Ezt nem is akartam beiktatni. Ez ilyen hirtelen kapott ötlet volt, hogy akkor emulátoron játszom még a Red Dead 1-et videóban. Oké, vannak csirkék? De na. Igen, ez a terület is, én úgy emlékszem, ha lehet hülyeséget mondok, ez a területet is be lehetett járni a Red Dead 2-ben is. Csak akkor ugye nem tudtunk még, hogy ennek a Bonnie csajnak a mansionjez, vagy rendsen a mansion, román. Túléltem. Mi lehet így hátra nézni? Jaj, hoppá, nem így lehet hátra nézni. Oké. Valaki Bonnie. De én csak ugrani tudok. Hoppá! 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 Jó, ahhoz képest, hogy milyen sok hosszú éveket kellett várni arra, hogy legyen egy normális emulátor, konzol emulátor, PS3-as, vagy Xbox 360-as, ahhoz képest tök jó. Most ne ezt nézzétek, hogy laggol, meg most úgy látom, 30 FPS sincs meg. Szerintem játszható. Na. Come on, boy. Oké, és akkor tudjuk, hogy P betű. Jaj. Ugye lövöldözni nem kell. Jó, most már azért jobban örülnék már azért egy 30 plusz FPS-nek. Na, hát már rosszul émlek. Azt a mindenségét. A gépgyilkos játék. A gép motherfucker gyilkos játék. General Store? Látom, várjál, rossz gombot nyomtam. Na, ott a General Store. Na, akkor itt is lehet vásárolni a boltokban. És inkább úgy mondom, hogy a Red Dead 2-ben is lehet vásárolni a boltokban. Már ne felejtsük, hogy ez a játék hamarabb jelent meg. Amíg nem tudom, hogy miért vagyok ilyen okoskodó. Hát ez még ilyen tutoriál. De hát, jó, hát jó, hogy tutoriál. Hát, hány perce játszok? 20 perce játszok a játékkal körülbelül. Lehet, hogy a zenét is lejjebb kéne venni amúgy. Hiába hozok. De majd úgyis megírjátok. Jaj, bocsánat. Izé, megvan bolondulva a ló. Megvan bolondulva a ló. Állni, bocsánat. Nem normális? Na leütött a ló! Levert a ló! Leütött a ló! Még leütött a ló, bocsánat! Ja Istenem, hát... Makrancáskodik. Pillanat.
ami engem idegesít, az idegesít. Szóval így. Na, mehetünk. Ne, menjünk már, hagyj szokja már meg azt a nehéz, furcsa irányítást, na, csaje. Azt hiszed, úgy van az. Te már itt élsz mióta. Most töltöttem le emulátort. Aha. Ez az apukának a... Bár nem apukám. Kisapám, kisapám. Megyek már. Most akarja bemutatni nekem a környéket, mert minden, de nem megy. Nem, már hülye vagyok az irányításhoz. Megyek, megyek. De mondjuk annyira hülye nem lehetem, mert nem fordítva jöttem fel a lóra. Ennyi volt? Ennyi volt? Ugye vannak hitching posztok, bocsánat Bonnie, vannak hitching posztok, itt lett szépen így a... Ez a garázs, magyarul. Na, most GTA-ul. Inkább, és akkor gondolom P betű a pitch. Vagy a hitch. Bocsánat. Nem. Nem. Nem, az egy másik. Nem én ezt. Eztet valamilyen szó, hogy eztet. Bocsánat. Fuhu. Fuhu. Még legyen a K betű. Nem. Ővel mit csinál? Hát ő nem tudom. O betű. Aha, megvan. L betű. L mint Lajos. Jó. Ezt is meg kell jegyezni. Menjünk. Menj be a házba hív. Hoppá, hoppá, hoppá. Mit szól egy hideg italhoz? Ugye mi családos emberek vagyunk, ezt az hozzá kell tenni. Nem tudom, a játék majd mikor fogja velünk közölni. Ugye ezt mi tudjuk. Most azt hiszem, még csak ilyen kis állatokat kell lőni, nem? Bocsánat. Itt is kell majd olajozni a fegyvereinket, vagy nem? Nem kell. Cirok-saprű. Ezt mindig megtalálom a cirok-saprűt mindegyik játékban. Vagy ők találnak meg engem. Mit csinál a pacim? Paci! Jézusom! Hát viselkedjél már, nem otthon vagy. Ja, de otthon vagy, mert nem az én lovom. Én lovom ez? Ja, menne rúgjál. Oda kell figyelni. Follow me? Ha emulátorra játszok, csaja? Nem olyan könnyű ez. Ez egy follow me. Azt hiszed, úgy van ez. Hát én nem érzem annyira boldognak magam, azt hogy kell. Aha. Jó van. Mindig ugrálni akarok, hát nem hiszem, mert még jó, hogy nem fárad a ló. Oké. Ilyenkor mi a picsát csinálok? De hova megyünk? A szénába? Egyepetyézni? Vagy mi van itt most? Porsche. Aha, most a nyuszikat kell előni. De én nem bántam a nyuszikat. Az biztos, hogy nem fogom bántani a nyuszikat. Hol? Mindjárt megrugaló. Itt halok meg. Itt halok meg. Ne legyetek már ilyen gyorsak. Jó, hogy nyulak vagytok, de... Na, egy... Pinar, mivel kell lőni? Így bukfence. K-ban? Majd meg lesz. Aha, P. O betűvel. Még O betű. Az igen? Na jó van, itt döglünk meg. Na jó van, hát... Hát eltelem a fát. Eltelem a gerendet. Még úgy nem versenyre megy. Azért nincsen autóim ebben a járt, hát ez izék. Autóimnek lenni kéne, nem? Segítség! Ez nem fog olyan nekem így menni. Ah, eltaláltam valamit. Valamit. Még olyan nem Bonit. Ha majd úgy mondom, majd mindig állásnak, hogy jöjjön a én célkeresztem bele.
Ennyi. Azt hittem a töltényekről, hogy annyi nyúlat kell még lelőnöm. Még jó, hogy ilyen nagy kezem. Valahogy át lehet állítani a... Valahogy át lehet állítani a izét. A irányítást. Egyébként, ez igen. A héten már olyan sötét van, vaksötét, ilyen vak éjszaka, hogy azt tudom, melyik az én lovom. Az enyém. Ja. Elkezdő, hogy én egy jó lövész vagyok. Oh, hú, azt én... olyan jó lövész voltam. Majd én is ígysem majd tavasz, amikor már ültetek majd zöldségeket, mi ilyesmi. Úgyhogy ha jönnek majd a madarak, majd lelövöm őket légpuskával. Nem, amit nem szoktam, nincs is légpuskám. Na, kahotéz. Kölyötes. Most már izével kell, alulról kell lőni? Mi? Újjaj. Az első kötés nehogy elrontsam már. Jaj. Eszelsük a mozgó célpontokat. Óvatosan. Bajok lesznek. Ó, oh, itt izé, autóim. Hát itt lett volna. Én meg leszálltam a lóra. Van autóim, de megint leszállt a lóra. Isten. Szegény Kohotesz. Már röhög a Kohotesz. Esküszöm. Ez kinevetnek engem, de... Nem is tud lőni. Más se tud csinálni nagyon. Hogy volt az autóim, kérem? A Bonnie az örül, én már annál inkább nem. Szegény Coyotus már be is bugol, nem is tud mozogni nagyon. Mi volt? Mi az, hogy you broke the love? Takarodsz! Mi az, hogy you broke the love? Hát nem csináltam semmit, kit lőttem le? Senkit. Kezdődik. Bár lehet azért vagyok berekedve, mert én vagy John Marston. Ő neki van ilyen rekedtes hangja. Let's go! Gyertek már, Kohotiszok! Álljál már! Egy megvan, mi? Gyertek, nehogy ugrassak itt a pacival. Oké. Okay. A picsába! Kit lőttek le? Most kihalt meg. Jó. Nem jó. Arra nézd már! John! Én is kinevetném magam, hogyha nem én játszanék. Mi? Nem tudom, hogy ez amit mondtam, mit akartam mondani. Na. A többit meg lője le a csaj, hát bazd meg. Előbb is lövök, megszegted a törvényt. Igen. Mivel? Hogy? Ez siralmas. Fáj nézni. Még nézni is fáj, szoktál mondani. Elvisz a nyulat. Hogy mi a csirkét? Vissza a csirkét! A sakál! Bassza meg, ha vissza a csirkét a sakál! Émel már be, bazd meg! Hát ezt nem akarom elhinni, nem akarom beémelni. Na még laggolunk is. Jó van. Emulátor. Emulátoros emulátor. Gyere már be a célkereső testvérem. Jó. Kettő maradt. Hallod. Én az izéknek dolgozok, a kolyóteszeknek. Ne laggoljál már! Mit laggolsz? Ez ilyen izé, ilyen challenge. A csirkét lelőttem. Az jó. Én nem értem ezt a játékot, néha be... Néha autóémel, néha nem. Szerintem most már rájöttem a csinyára, binyára a dolognak. Ó, ennyit ugrani, még a Mario-ba sem ugráltam. Egy ugrani. Mi? Nem lehet így elütni. Szerintem a duplán émelek, semmi. Hello.
Jó van. Hát na ilyen, mit tudjam én ilyen. Reddedezés tudorkában. A óvoda harmadéves gyermekében. Látjátok, hogy nekem ez egyébként nem nagyon megy. Gyorsan van, aki adja meg, hogy egy Xbox kontrollert, kösz. Még lehet akkor még ennél jobban sem menne, mert soha nem voltam kontrolleres. Így akarok Last of Us-dozni. Inkább hagyjuk. Mit mondtam, mivel lő? O betűvel. Ó, pont jó. Várjátok. Átfutok, átugrok. Most ugoljál. Oké. Most már ne ugoljál. Na már hova megy már az azért vukk? Utána megyünk gyorsan. Amúgy látjátok, milyen jó az én türelm? Mi? Mi szomféld? Hagyj vigyel a csirkét, hát neki is enni kell. Ott viszi amúgy. Hello testvér. Nem, én nem szeretek állatokat ölni, Bonnie. Tudod? Elmondom neked. Mert most ketten vagyunk, csillagok alatt. Én nem szeretek állatokat ölni. Azért nem öltem meg a kölyöteszeket, amit tudtam volna. Csak úgy csináltam, hogy mintha nem tudnám. Jó, hát csirkét megölte a csirkét, de nem. Nem én öltem meg. Köszönöm szépen. És akkor azt mondtuk ugye, hogy a... Melyik volt a Hitch? Ugye a I betű, nem muszáj Q betű, a I betűvel is lehet. Úgy, már sokkal jobb lesz majd lőni. Jó, nem ezt akartam. Bassza meg. Itt mi volt a Hitch? P betű? Ja. Nem. A O betű volt. Nem. I betű. Nem. J betű. Nem. Na, ennyi betű nincs. Ja, L betű. Jó. Kösz. Vagy na, nincs mit. Így van, itt tudunk aludni. Nem tudom, mit tudunk csinálni. A fejemtől nem látom. Szerintem öltözködni. Dead Eye. Hú, még a Dead Eye-t megtanulni. Hoho. Az majd még érdekes lesz. Jaj. Oké. Okay. Aha. John Marston úgy néz ki, mint Dutch. Jó. Az outfit. Jó, nem akarok én outfitet cserélni. Azért menteni jó esne. Mhm. Jó, megvan. Jobb ágya van Johnnak, mint annó, vagy meg utána lesz később Nikónak. Are you sure? Yes. Mert még? Játszunk még? Igen, B mint Balázs, nem mint Bonnie. Hát akkor nézzük meg, hát a korán felkel már a Bonnie. Hogy fut már John? Fut az iskolabusz után. Good morning! De még lehet, még most akar majd lefeküdni. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Már szegény Johnnak már mindenhol sebb helye van. Na, ő is ismeri Bill Williamsont. Vagy ja, hogy azt kérdezte, hogy én honnan ismerem Bill Williamsont? Hát, ez komplikált. Eléggé komplikált.
seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself. Ugye ez a játékhoz van magyarítás? Konzolra? Konzolokra? Mondom, hogy ő volt a vonaton. De nem város ember a John Marston. Most mondta, hogy Saint Denis-t sem nagyon szerette. Utált azt a várost. Na, hova megyünk? Hát, hogy lehet menni az időt? Állj már meg! Ott. Vasárnap van. 6 óra. Ennyi pénzem van? Jó sok. Akkor menjünk. Ja, ne várjál már meg, várjál már meg! Sieteket. Pay mint ló. Vagy pay mint felszállás. Megtanulom én itt a dolgok csinyát, binyát. Ez mi? Versenyezni kell? Pillanat, mert most éppen be vagyok bagolva. Nem Hitch, hanem Twitch. Nem, na, de... is, na, puuuu. Helyó. Helyó. Hát figyeljetek. Nem tudok számolni. Mi az, hogy 3-2-1? 321. Valami ég a ház. Ja, hogy... Ja, hogy azt mutatja, hogy merre kell menni. Bocsánat. Itt lesznek ilyen versenyek? Szerintem nézni kell a pacinak a stamináját. Mondom. Hova mész? Szerintem. Mert hogyha nagyon megerőltessük, vagy valami nagyon vágtatunk, akkor ledob róla. Szóval elmondtam, ledob róla. Csak azt nem tudom, hogy melyiket kell nézni. Látod, ott van egy ilyen piros, azt gondolom mi hápink. Meg van olyan kék valami, az most megy fel. Most jó. Én nem vágasz. Egyelőre itt a dolgot. Jó, ledobott. Eléggé neveletlen ez aló. Nem mondom őszintén. Jó, hogy ott írnák, hogy mit kéne, hogy mi a jó, csak... Faszakam. Hát minden, ott a staminája, a kék a staminája, gondolom. Addig lehet vágtázni vele, amíg le nem megy az a kék. Ennyi. Nem kell itt izélni. Itt ilyen komoly dolgokra gondolni. Amúgy Bonnie jól elhagyott minket. Hát nem csodálkozok. Hát megvárhatna. Remélem nem lesz ilyen versenyzés küldi, hogy ha nem leszünk elsők a Commission Field. Akkor ennyi volt a végjátás, sziasztok. Hát így is. Ennyi lesz. A Star Stable online amúgy. Mondanám azt, hogy csináljuk azt, hogy restart mission, de az a kötökség lenne. A való életben sincs olyan, hogy mit tudjam én Form 1-es futamon, vagy mit tudjam valami máshol, vagy más versenyekben a restart, mert talán nem te nyersz. Na, ennyi. Így jártam, és kész. Megpróbálom még behozni. Tudjátok, szoktam mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Remény nem hangos az a Western zene. Ott van Bonika. De szerintem lehet megvárni minket. Az a baj, mert visszajeltünk. Picsába. Hát jó van, legyen két körös. Elnegázom már a csirkét. Mond, elnegázzuk a csirkét? Most is jövök hazafele, látja macska, hogy jövök, így néz, én
izé kéz nélkül, vagyis úgy ért, hogy izé a kormányon nem volt a kezem. Tekerek, tekerek, néz a macska. Nem tudom, lett volna rá vagy 20 másodperc, hogy leme, izé, előttem elmenjen az úton. Néz, utolsó másodperc, amikor odaérek, átfut. Hát bazd meg, nem ütöttem el. Nem ütöttem el. Ki az a M betű? Májka? Májka! Nem lehet a Bonnie-nak apja, nem? Mindegy, menjünk Bonnie-hoz. Amúgy most találkoztunk 10 másodpercet, hogy lennék. Rendes csajnak tűnik. Szédit juttatja eszembe. Ó, na. Én vezetek. Én vezetek! Meg kell kerülni. Hatszá! Hatszá! Dying Light-ba is így ugrálok. Na, a P betűvel kell? Van probléma, van probléma. Jó, mehetünk? Ó! Ó! Most izé 120 FPS-ünk van. Be van baszó a sofőr. Picsám. Mindig van remény, Mr. Marston. És már jobb oda kell figyelnem a sztorira, hogy először játszok a játékkal, de amikor Red Dead 2-ben is először játszottam, azért olyat, hogy nem ismertem fel a főbb szereplőket, azért elég gáz volt. És hogyha itt lemegy a lovaknak a stamina, akkor mi lesz? Izé, felborul a kocsi, menjünk. Körülbelül összesen, amikor letöltöttem a játékot, olyan 6 giga volt, szóval nem nagy izé, helyet foglal. Azok mit csinálnak? Hello! Az állatok? Hát komolyan mondom. Az lenne ott armadillód balra? Tényleg, hogyha egy belemink a szakadékba, akkor mi lesz? Hát gondolom, viszont féld. Hát mi lenne? Mindenki megtapsol minket. Megsimogassák a fejünk búbját. Akkor először Bill Williamson-t kell majd elkapnunk. Kóla. Hát köszönöm szépen, inkább vizet innik. Szegény pacik, hogy kapja már? Csak ezt lehet hallani. Ja, a most így messziről így nagyon ocsmányul néz ki a város. De hát jó van ez a... Ez nem így néz neki egy normális konzolon. Szebb lenne. Mondom, emulátor. Az emulátor. Azt hittem neki menjünk valaminek. Hát nem egy Manhattan, az biztos. Itt izé kolera volt még valami képbe. Na, azt hittem a seggemet. Seggemet ne fogdossad, mert én házas ember vagyok. Meg lögdös. Hát lehet ez egy olyan világ, hogy a nőknek is így izé ilyen... férfiasnak kell lenni, vagy hogy mondják. Ike? Jó napot! Pillanat, meg kell keresnem a gombot. Ja, nem ez a gomb, elnézést. Bocsánat! Doktor úr! Mindjárt meg lesz a gomb. Megvan. Mit vettem? Hát mit vettem? És nem vettem semmit. Ja, aha. Jó. Megint elmentem. Pillanat. Hülye vagyok. Most jöttem a bolondok házába. Most szabad a bolondok házába. Oké. Itt lehet venni még tobákot, gondolom, de dájra jó.
A alma pedig a... Gondolom a pacinak. Mondjuk pénzem nincs. Pénzem nincs, szóval thank you. És ennyi? Most mehetünk vissza? Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. Fast travel, a stagecoach, a fast travel. Try not to get yourself shot. Okay, ön se, hogy nem tudom, tegeződünk, magázódunk. Vigyázzon a kaktuszokkal. Pá, kuskutya! Koskutya. Szegény kiskutya, hát elgázolták, szegény. Meg lehet simítani? Igen, stagecoach. Jó. Mindent vágunk már Red Dead 2 óta. És én. Itt is van Hanner szint. És kész a küldi. Van fegyverbolt. Hiába nézegetünk most, hiába megyünk be a boltba. Mondom, mit tudunk csinálni? Nincs pénzünk. Szóval tök felesleges. Van ilyen, tudjátok ez a... hogy a kezünket szurkáljuk a késsel. Itt is van olyan. Vannak ilyen random eventek is. Ott van a kék pöty, valamit akar tőlünk a bátyám. Igen. Showdown. Szóval harcolni akar? Hello. Pillanat. Sikerült? Aha, ez most tudjátok mi lesz, pisztolypárbaj. Mit fog meghalni? Tóbiás. Nekem mindegy... Hogy hívnak Tóbiás? Mivel kell? Nem látom! Nem tudom, mivel kell? Hát még gondolom, mivel lőünk, nem? Mivel lőünk? O betű? Igen? Elő kell húzni. Mivel? Draw. Mit? Hogy? Várjál már, azt hiszem úgy van az... Igen. Rácélzok. Jó van. Na. Valahogy éreztem, hogy ez lesz. Nem kell volna elfogadni. Hol vagyok? Armadillóban? Na, Bonnie farmján. Ja. Jó, oké, ez volt a fast travel, steak coach nélkül. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Maybe what you could say is that I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie. Most már tegeződünk. Call me Bonnie. Miss McFarlane. Most mondjuk el, hogy ugye házasok vagyunk, és van egy fiunk. I had a daughter before... Azt nem is tudtam, hogy lett volna egy lányunk. És volt egy lány, csak meghalt. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Gondolom, a családunkat fenyegetőznek, és nem kapjuk el a régi harcos társainkat. Narancs. Apjáról beszél John. You'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt.
hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgotten. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. 8 éves volt, mikor meghalt az édesapja. Let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. Amikor megszült, akkor pedig a akkor hal meg a édesanyja. Egy prostituált volt. Árvaház. Hát akkor gondolj, így karolta fel Dutch. Annó, John-t. Elszökött az árvaházban. Dutchról van szó. Megtanította olvasni. Hát csak megbolondult, az volt a baj utána. Körülbelül szerintem bankrablás során, amikor elvesztette a hazáját, akkor kezdődhetett ez a megbolondulás a Dutchnak szerintem, ahogy én észrevettem. Na hát igen, Micah nem kellett volna a csapatba. Arra kell menni? Arra? Akkor menjünk erre. Gyorsan! Fuss! Ki kell menni a WC-re! Meg én patim. Jó, én patim. Most kell izé terelni a birkákat, vagy a juhokat, vagy nem tudom. Az jó lesz, az a irányítása. Tegyünk már egy kis csirkét fel izé a levesbe. Köszönöm, megkopasszuk. Na, most tudom, hogy csalódott vagy, hogy van feleségem? És már nem fogod nézni a seggemet, mi? Láttam, hogy nézed a seggemet, csika. Kíváncsi vagyok, hogy Abigailék mikor fognak feltűnni. Okay. És akkor hova kell őket terelni? A Pam-be. Pam sem. Várjátok, már meg le vagyok maradva. Már meg megint le vagyunk maradva. Menjünk? Várj, kárga birka marhakor. Arra kell vinni. Mutatom a fejemmel is. Vissza. Van már lasszunk amúgy? Hát jó, drive this way. Na hát. Ezt utáltam amúgy a Red Dead 2-be is. Ezt nem szerettem. Mentek ezek össze-vissza, mint a birkák marhák. Ez a irányítással. Meg pláne nem fogom szeretni. Na, menjetek akkor, csibészek. Mi volt az madár? Jó, okosan, vissza. Az a ló néha el akar menni losszantozva, nem tudom, lószántozva. Vissza megy, de hát az én miattam már szarul irányítok. Látunk? Már többen is vannak. Haszon. Hát ilyen egy farmer élete. Ez John is tudhatja, az ő farmján. Nem lehet így kiabálni nekik? Hogy mit tudjam én, mentek el innen? Vagy mit tudjam, valami ilyesmit. Takarodsz? Gyerünk, boci tarka. Megyünk, ti lesztek a milkacsokik alapanyagai. Milkacsokik lesztek? Milkacsokik? Mi történt? Megállt a tudomány? Látom, megállt a tudomány.
Igen, én egy tehén voltam előző életemben. Csak is az lehettem. Ez az! Van már $5! Wow! Ilyen. Wow. Ilyen. Na gyerünk akkor vissza. Még belefér valami ebbe a első részbe. Csak első rész. Hú, elfelejtettem. Kicsi, bocsi, ne haragudjál már. Hát mi jó barátok leszünk, hogy vagyunk. Annyira első rész ezek, hogy nem figyeltem. Hát maradjunk a Balázsnál, most Bonnie-nál, én azt mondom. Szerintem itt még annyira lövöldözni nagyon nem kell. Attól nagyon félek. Szóval azért jövök inkább Bonnie-hoz. Te is? Te veszed fel a küldetést, Paci? Mi legyen a neved? Mi legyen a neve a Pacinak? Ott van a édesapád? Most ki az? Akkor a B betű az... Most a másik... Hogy hívnak? D? Van M betűs akar küldetést adni, M betűs. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years. Na, 30 éve itt élünk. A kelettől jöttünk. Indiánokkal harcoltunk, erős emberek. Szörnyű tél is volt, itt volt a kolera. Aztán van ilyen hülye bajszom, és nehéz így az élet. És ne nézz rám, én nem akarok házasodni a lányoddal. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. Bonnie, hogy issza azt a teát? Láttátok? You may be right, sir. You're a brave man. Bátor ember vagy. Na, üdv a családban. Hát, szeretnél csatlakozni, mit csinálják addig itt? Takarítsak, hogy mi? Na, hogy itt hagyjuk Arthur kalapját? Most kapjuk meg a lesszót. Ez az! Nem ez az, hogyha nem tudom kezelni. Csöc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 sö
Még én pacim. Hát amíg marad. Mert nem azért, de nem ez volt az én pacim. Hát mindegy. Úgy látom, hogy nem nagyon lesznek ilyen személyes kötődések a lovainkhoz. Már azt tudom, merre kell menni. De én menjek már elől. Telegram. Az egész játékban valaki fütyülni fog végig. Halljátok. Jó tüdeje van. Wow! Össze vissza meg. Mint a bolond. Jaj! Várjátok meg! Várjátok meg! Elfogyott a benzin!
A lovaknak, jaj, vigy, óvatosan, a lovaknak nem kell adni répát, meg ilyesmi. Egy kis, izét, pongyolapitypang. Pongyolapitypang. Hát melyiket kell leszózni? Lesszó. Lasszózni. Ó, Istenem. Na, ez még egy jó lesz. Na, egy pillanatás. Álljon meg a nászmenet. Itt is van journalünk. Hold eltétudójó lesz szó. Elté. Pillanat. Jaj. Jó. Ó. Ez így nem működik. Mindegy. O betű hosszan? Vagy mi volt? I betű hosszan? Mert már me? Itt én jöttem meg, viszont fél legyen. Csak el kell, hogy lehet eldobni? Hát nem így. A lövéssel? A lövéssel sincs? Így van, a lövéssel. Beszabehu. Beszabehu. Ugye nem kell sokat leszózni ebbe a játékba. Meg ugye nem kell sokat lőni ebbe a játékba. Mindegyiket be kell fogni. Befogod a szádat? Itt megy egy mellettem. Már most nem. Mit kaptam el? Hasza! De ne a tudvát kap már el. Ó, hát nehogy itt baj legyen. Nehogy utána ne kapja kosztot. Na, elfelejtettem, hogy stamina. A picsába. Nem leszünk így jóban, édes Pati. Az igen? Puh, bassza meg. Hacsa! Ó! Oh. Legalább egyet, ha sikerül már befogni. Ez az. Jó. Easy peasy. Bonnie, te hülye vagy? Vagy mi van, hogy ugyanazt a lovat fogod be, mint én? Apja is hülye? Apjuk. Ezt ezt így szokták? Ilyenkor mit kell csinálni? Nice and steady now. Ó. Dögrovás. És akkor el kell vinni? Vagy mi? Látom, hogy there he is. Le kell szállni. Igen. És nekem kell vezetni. Vezetni, irányítani. Mit kell nyomni? Mit kell nyomni? Össze-vissza, ilyenkor össze-vissza kell nyomogatni mindent, mint a Mortal Kombatban. Ó, bassza meg. Na. Ezt vártam. Amúgy egyébként. Megmondom őszintén. Ezt vártam, mikor lesz Quick Time Event. Azokat nagyon szeretem. Apjuk! Jöjjön már segíteni! Kicsit gyorsabban már Arthur. Arthur? John? Már keverem. Na, megy ez? Megy ez? Hogy viharban ne menne? Oké, és akkor ride. És akkor itt mit kell nyomni? Nem tudom, mit kell nyomni? Balansz. Az vagy te már egy balasz. Gondolom nekem kell úgy kalkulálni, ahogy a ló van, nem? Nem látok most semmit. Kalkulálni. Le fog ütni. Túl bassza meg.
Ezt nem hiszem el. Ezt komolyan is így kell megcsinálni, nem fog menni így. Még az én lovom is elszalad. Bekakász. Gyere már ide te. Te tacskú. Na, nézd meg. Na, megint össze-vissza. Rohangálunk, nem számít semmi sem. Szétverem már a billentyűzetet. A billentyűzetet? Igen. Mi a, melyik a LS? LS? Mi az LS? Ezeket kéne, vagy mi a LS? Balance. Hát a izé, ahogy én ülök, nem? Rajta. Oké. Bazd meg a... Hát a köcsögjáték. Figyeljetek. Igazság szerint egyszer kell megtanulni. Na mindenhát egy gyűltőhelyembe végigviszom a játékot, mert én el fogom felejteni holnap reggel a irányítást. Na, de már most se tudom. Már kezdek ideges lenni, ennyi. Tuti a izé kell a nyilakkal kell a VSRD-val így balanszba lenni egyébként. Érteni is kéne hozzá. Merre akar rugni. Látjátok, úgy kell mozogni, szerintem. Aha, megvan ez a kör. Megvan. Meg lesz, de nem, így nem, csak a kalapom lenne essen. Na, bassza meg, hát ez szörnyű. Itt dögni meg. Na. Na, alapok azok már mennek, látjátok már. Na, minden mixik. Na, speed, ez már speed, nem? Én ezt nem vágom. Mit kell? Én akkor mi kell a P-betűt is, hogy... Mit ír a journal? Kap már el a grabancát! Hát, de fogyatékos. Hát, akkor P-betű? Milyen P-betű? Feltöltött a telefonom. Ja, nincs telefonom, 1911-et írunk. Journal. Már meg vagyok bolondul, most tudom, hogy kell. Mi van? User stays and balance yourself prevent being true, you will throw your arms. Azt vágom! Eles. Eles, de melyik a eles? Mi? A NS, amivel mozgok, nem? Lehet hülyeséget mondok. Na menjünk! Ki ez a bolond? Jó. A picsárba me! És a fejezbe! Nincs NS! Nincs NS! Fejezd be! Fejezd már be az anyád! Úristen, itt, hogy nem bírsz nyugta maradni! Fejezd már be! Összesen nyomogatom már megint minden. Hát ezt nem akarom elhinni, ez nekem nem akar működni. Nem versz le, akkor se versz le, bassz meg! Ez az! Igen? Milyen mantyóhoz? Jó, van, akkor vigyétek.
Mi történt az izémmel? Meghalsz. Mármi neti. Neti halljatok meg. Ha caps lockot benyomod, akkor már fütyül. Jó, semmi baj nincs. Ennek így kell rend... Ennek, ez így van rendjén. Ez így van rendjén. Hát beszarás. Még úgy van checkpoint már ebben a játékban. Jó. Na most már vágom, most már... Garoldé. Na vágom, adjad már most már. Itt van, már elkaptam a sziklát. What are you waiting for? Love me like a do, la la, touch me like a do. Várjál már egy pillantás, hát... Azt hiszed úgy van, hát csináld magad. Ember, asszony. Ember asszony, nem lát semmit. Na. Egy másikat kaptam el, de nem baj. Jó van az így. Kiflom. Bonnie, menj már előlünk. Mit csinálsz ott alul? Hülye. Jó. Hogy csináltam elő? Már nem tudom. Meg lesz most már? Nem engedjük. Nincs billegés. Most már nem engedjük. Nem engedünk. Ki az úr? Ki, hanem én. Ez az. Nem kell félni, csak megijedni. Óvatosan. Én már natural vagyok. National Geographic. Na most már legalább azt is tudjuk, hogy kell fütyülni. Minden okés. Tün. Come on. Az milyen? Juharfa? Hűszfa? Ugye ezünk a staminára, paci staminájára. Szokni kell a játékot egyébként. Azért meglátszik, hogy az még csak az első órám életemben, Redded első órám. Meg az is meglátszik, hogy billentyűzet. Broncos. Közben elálmodottam. Na, apánk már itt van. Apus. Armadillo. Azon a kis, ha pénzt nem is adtok, legalább mit tudja, milyen kis szalámit. Mi? Már megint? Vagy még mindig? Hát beszarás ez a küldetés, ezt tudtam volna, és indítom. Ja, hogy a csaj még nincs, ezt nem házasodott össze. Azt arról beszélnek. Azt hittem, hogy vége a küldetésnek. Na, azt sért, ezért már tótágost álltam örömömbe. És cicakba megyünk, nehogy átlájön minket. Az meg elfelejtettem. Ja, rossz gomb, bocsánat. Olyan jó, hogy hallottatok a billentyűzetem, kattogásom, minden. Aha, hasonlítatok egymásra. A Bonnie meg a Abigail. Süt. Ő is ár volt, Abigail. Téged sosem dobod le még a ló hátáról? Lehet a rockstárosok annyira tetszett nekik ez a lasszózás, hogy ezért kell ilyen... Már megint ez ugyanazt kell csinálni. Beszarsz. Esküszöm. Hát nem hiszem el. Nem baj, most már tudjuk, most már vágjuk, szóval mindegy, ez most már csak egy monotonitás. Mi? Monotonitás. De akkor is. Look at the herd. Megint ut a csorda, mufasa.
Elég, remélem elég csak egyet elkapni, jó? Mára, mára, mára. Többet nem kérek, köszönöm. Több. Jó. Mit? Ja, várjátok, nem is ez a feladat. Bocsánat, el vagyok kalindjázó. Ez olyan, mint előbb a csordával kell csinálni. Erre gyertek akkor, hát ennyi... Hallod, mi az a sok kaktusz? Erre gyertek, trap felé. Na, arra menjedem már! A trap felé, Blood Trapland. Úgy, de ne arra menjetek. Ura utána ezeket a költéseket. Úgy. Jaj, hallod, Bonnie? Hát nálad nem lehet unatkozni, hallod. Úgy, menjetek. Mi az a laggolás? Elfogy a hely? Menj, arra. Szépen. Jó, most megkerüljük őket. Várjátok. Megkerülöm. Így. Arra. Úgy, nem lehet lőni. Ez megijeszteni őket. Puty. Na. Merre van az a kanyon? Ott fel tudnak onnan egy csórák. Jó, éppen fel. Oké. Okay. De jó, hogy rossz felé hoztam őket, mi? Azt a mindenségét. A laggos úristenedet. That's it, ha nem is így van. That's it. Azt ad. Arra. Hát legalább egyet, hogy tudjunk már bevinni. Szét vannak széledve. Hú, megbonod az ember. Úgy. Ó, össze-vissza. Bonnie, te is! Hallod, én arra akarom vinni őket, te meg erre. Na, most akkor... Jó, az nem elég, hogyha elviszem, elmegyek a kanyonba egyedül. Már jön fel a hold. Hallod, de... Nem csodálkozok. Hát már a hold sem bírja ezt az egészet, a stresszt. Majd na ezt a töketlenséget. Úgy, szépen, úgy. Arra. De hova? Össze-vissza mennek. Úgy. Ott maradjatok. A többiek majd megkövetik őket. Egy le van maradva, de majd jön utánunk. Ez az. A Hannah Montana egészségére. Gyerünk. A Hannah Montana egészségére. Bassza meg. De ne arra, ne vissza! Ó, bol nem vissza! Baszalok. Jó, úgy, menjetek. Ne arra, léci, ne arra! Ezek a tutoriál küldetése beszarsz. Nagyon azok. Stallion! Hát mi most nincs a küldetésnek, a beszarsz. Csak a Stallion ne! Jó kocsi a Stallion. De a paci is. Ó, let's go. Hát mindjárt meg lesz. Jó gyorsan úgy. Be van nitróza. Jó. Nem jó. De attól még mondhatom azt, hogy jó. Oké? Okay. Vajza! Elkapok egy kaktuszt. Kiabálnék, hallja meg a virág. Nekem újra az égig érnek a fák. Ahhoz képest, hogy 12 éves játék. Meg nem PC-s játék. Nagyon szép. Az igen. Nem tudom, mire volt ez a villodzás.
Én nem éltem ezt a gémet egyébként, hogy ez éppen sikerült. Hogy mikor van autó éme, mikor nincs. Nem éltem. Kezdődik. Quick time. Nem quick time igazság szerint, de valami olyasmi. Jó, makranc. Megvan már, nem kell félni. Ugye felzsír minket egy kaktusz. Aha, megvan már. Jaj, Isten, hova tűnt az én pacim? Mi? Isten, az a ló. Hát hova? Elmentél? Hazúra? Elfele fut a pacim. Ne legyek idegbeteg. Halló. Erőm már. Mozgass. Állá kell move it. Mi van? Ki gyorsabban már? Sétál. De ne sétálj már. Ez az. Galop. Addig csinálj. De ne galop. Hanem rohan. Addig csináljunk már meg, amíg nem lesz este teljesen. Na, itt megy el mellettem. Kap már el! Itt van előtte, ne idegesíts már fel! Hú, az felszáll a másikra. Beszarsz. Nem. Egyszerűen... Én ez már túl kevés vagyok. Kap már el! Hú, John. Na, megvan. Századjára csak majd meg lesz. Jó van, óvatos. Ho-ho. Nem. Mind, a kaktusztól nem látok semmit. Nem látok? Néha amúgy nem áll rá a kezem erre egészre. Nem tudom, mit kell csinálni. Lehet az ilyen fő stálium, vagy fő... ez az. Ez ilyen nehéz. Főszar. Hova mentek? Fú, hát ezért vagy 10 dollár. Nekem nem kell a Stallion. Csak felidegesített. Nem kell ő. Én véleményemet senki se kérdezte. Úgy tűnik. Pénz? Nincs? Nincs. Kincsem nincs. Hol vagyok? Aha. Jó, akkor... Hülye bogár. Nem, vissza még Bonnie-hoz. Ez a sheriff lenne? Marshall Johnson. Gondolom igen, a sheriff. Jó, akkor nem megyünk vissza Bonnie-hoz, hanem... Itt lehet aludni? General Store. Te még jobban látnám a térképet. Gunsmith Store. Szerintem nem lehet aludni. Csak itt lehet aludni? Bonnie-nál. Mivel kell itt izé... Aha. Oké. Okay. Bonnie-nál. Hol az ágyam? De mondjuk elmentem a játékállást, akkor... Így lehet manuálisan elment a játékállást? Jaj. Ne álligassál át fel semmit. Vagy nem lehet. Social map. Ezek szerint nem lehet. Na jó van, ennyi lett volna mára. Egy órosztás résznek ígérkezett. Hosszabb lett egy kicsit. Norvi voltam, ha tetszik a rész, hogy tetszett a rész, akkor dobjatok egy lájkot. Illetve, hogyha szeretnétek végigjátszást, akkor szóljatok.
attól függően, hogy pár részt felveszek meg, szerintem végig fogom vinni, attól függően, hogy nem szeretnétek, akkor is nagyon tetszik. Nos, mentem. Sziasztok. Hello.